Kettő, egy. Jéj! Úristen! Elon Musk megirigyli! Te dobtad már el barátnődet vagy haverodat? Mert én igen, az előző részben is és a mai videóban is. Sziasztok srácok! Jéjteljük el egy haverunkat, vagyis jobban mondva... Jéjteljük el egy haverunkat, a második rész, ez egy Robloxos játék, Dávid kezdte, eldobált engem, úgyhogy én jöttem és elhajítottam őt, srácok, a mai videóban folytatjuk. Én nagyon-nagyon élvezem ezt a játékot, be is vallom az őszintét, most fejeztem be az első videónak a felvételét, és már rögtön folytatom is, mert nagyon élvezem, remélem ti is élvezitek, úgyhogy itt vagyunk a játékba, ott, ahol múltkor abba hagytuk, kedves Dodgy Andy van a kezünkbe, aki leges-leges leghamarabb repülni fog, és ha nem láttad volna az első részt, részt megmutatom neked, mi történik, fogom és jéjt, elküldjük Andit egy melegebb éjjelatra, egy messzi-messzi galaxisba repül, mint az aszteroida, és egy kicsit meg is boostoljuk repülését. Ezekből gyűjtünk erőt, ezekből gyűjtünk pontot, és így haladunk sorba. Már a harmadik világban vagyunk, ha jól emlékszem, és srácok, még mielőtt Andi leesik, hagyd mondjam el nektek, hogy a Lidl és Aldi polcai megtalálható a titkos tutti juice 129 forintért. Ilyen akciót mondtam nektek, hogy intézek akciókat, szerintem ettől jobbat nehéz lett volna, 129 forintért be tudjátok szerezni a Lidl és az Aldi polcain az isteni zéró cukor, tehát cukormentes, vitaminos, trópusi ízű, koffeinmentes üdítőitalt. A titkos tutti juice. Srácok, csapjatok erre az akcióra le tényleg, és játszunk most a Yeet Your Friend játékra. Ha esetleg nem tudnád, hogy melyik az a játék, ez a játék, akkor megmutatom neked, és azt kell mondanunk, hogy Idni, eldobáljuk őket. Az előző részben besikerült szereznem egy nagyon-nagyon jó petet, most is az a cél, hogy jó legyek. Igen, a hármas világban vagyunk, a négyesbe 200 millió kell, úgyhogy oda most gyűjtögetnünk kell. A mai videóban az a tervem, hogy megvásároljuk a VIP-t. Igen, megteszem, értetek, hogy gyorsabban tudjunk a videóba haladni, 249 Robuxért be is vásároljuk, most már VIP-ek vagyunk a játékban. Hogy ez mit jelent? Nem tudom, gondolom kinyílik eme világ szemünk előtt, és ó, itt ilyen gyorsan tudunk majd, ezek a csillagok gondolom nagyon-nagyon sokat segítenek, érnek már, mindjárt fel is megyünk 3 millió dobás erő felé. Akkor gondolom ez a VIP. Remélem azért valami plusz pörgetés, vagy valami jár, nem csak az, hogy be tudok ide jönni. De nem baj, itt most felgyűjtjük az erőnket 4 misihez, 4 millióhoz. És akkor kedves Wolf Pakot, nem is tudom ki ez, úgyhogy jobb is, ha eldobom, mert fogalmam sincs, hogy kit hurcibászok itt a kezembe. 4 milliónál kijíteljük. Csak még azokat a lenti csillagokat is összeszedem, mert hallod, gyűlhetnének jobban ezek itt. Ha már megvettem 250 Robuxért, aztán fogunk ma ugye, ahogy mondom, a 25 milliós petből még egyet nyitni, mert az nagyon-nagyon sokat ért. Sőt, ezben az exkluzív tojáson is nagyon-nagyon gondolkozom, 400 Robuxért, sőt, biztos, hogy ki fogom nyitni, csak benyomok valami lucky-t. Úgyhogy ma ilyen nyitogatós, barátnő és barátdobálós videót várhattok itt, úgyhogy maradjatok végig velem, 4,65-nél tartunk. Tudjátok mit? Híteljük fel magunkat 5 misire gyorsan, itt a VIP-ban megyek egy kört, és meg is vagyunk 5 milliónál. Na, most fogjuk ezt a Wolf Pakot, azt jó neki szaladunk, azt 3, 2, 1, jéjt! Ezt nézd, ott megy! Hogy megy az én dobásom? Hogy megy? Ezt most megleszünk bőven 500 ezer felett. Bőven, figyelj, és 500 ezer túlhaladva. Pipát meg is kaptuk. Ne felejtsük el, van még egy ilyen boostunk. Így. Vajon meg lesz-e? Ez a 600 ezer plek rész, nem? 10 millió pontot kaptunk érte, szóval még egy ilyen dobás. Csak még egy kicsit fel erősítem magamat. És meg is vagyunk a tojásnyitáshoz, a sima tojásnyitáshoz. Még egyszer a Lucky-t el ne felejtsük benyomni, de várjál, volt nekünk ilyen potionünk. Úgyhogy már tudunk 1 millió energy-t beklémelni, és hol volt az? A store-nál volt. Itt. Kétszeres energia, kétszeres power. Mit szólnátok, hogyha benyomnánk, mint a vadállat? Szerintem simán. Easy-be, nem?
Ugye kész, tudod mit, benyomjuk hát, meg a Lucky-t is benyomjuk, gyerünk. Látjuk, hogy valahol ezek számlálódnak, működnek? Ez kétszeres energia, kétszeres oké, és a Lucky. Reméljük Lucky, az megy. És itt van nekünk, wow, 8 milliónál tartunk. Ja igen, ott számol vissza. Úgyhogy most epic teljesítményre várhatok ennél a dobásnál, 9 millió erő. Na nézzük, mit tudunk hajítani, és jéjt! Most akkor a, figyelj, hogy elindult. A 600 ezeren bőven túl kell menni. 500, figyeld itt lent. Figyeld, 600, 750 is. Sikerülni fog eldobni a végére? Gyerünk, boost. Gyerünk. Ez akkor több mint 10 millió, ez főleg, hogy duplázódik. Srácok, ez majdnem a végére el fog repülni. Hú, ez nagyon fájhat neki. Igen. 27 milliót kaptunk ezért. Na, gyerünk. 10 millióra felgyűjtjük. Kinyitjuk ezt a petet. Mindenféleképpen. Lucky-be van nyomva, úgyhogy srácok. Lehet, gyerünk. Tuti zsuzs magi elbújni. Valami nagyon jót. Epic Cherry. Ilyenünk már van, és ez erős. Ez jó. Azt mondja, hogy 420 ezer, szóval ismételten tudunk level up-olódni. A következőnk is 420 ezer. És én azt mondom nektek, hogy nincs tovább mit húzni idő, magyar. Nyissuk ki ezt a méregdrága valamit. Úgyhogy srácok, ezt miattatok megveszem. Beresetek egy lájkot, ezzel jelezve, hogy örültök neki. És nyissuk ki ezt a csodatojást. Jaj, úgy néz ki, mint Sonic. Na. Valami nagyon jót. Mitikus Uno. Na jó, Uno, ez még jól is fog kinézni. Imádom az Unót meg a szólót. És 500 millió. Oké, szerintem ezzel megfogtuk most itt a, az Isten lábát, ha lehet ezt így mondani. Egy billiós a dobásom. Az Uno petnek köszönhetően legyőzhetetlen lettem ezen a szinten. Én úgy érzem, hogy ez nagyon lucky dobás volt. Na, kíváncsiak vagytok, hogy mekkorát dobunk ezzel? Mert én nagyon. 3, 2, 1, jéjt! Azt az eget! Másod! Harmadszor megy végig a pályán, negyedszer megy végig a pályán, ötödszor megy végig a pályán, hatodszor megy végig a pályán. Úristen! Elon Musk megirigyli! Nyolcadszor megy végig a pályán. Az Uno Pet mit beadott? Kilencedszerre megy végig a pályán. Rakéta! Hallod, a SpaceX sehol nincs hozzám képest. Szerintem fel fog kerülni a leaderboardra. Szerintem fel fog kerülni a leaderboardra, srácok. Na tippeljetek ezért mennyit fogunk kapni. 563-ra is felkerültünk! Másodikok vagyunk a szerveren! Azért dobálkózós játékba Zsédav eldobott azt, azt hitte, hogy erős a gyerek. Az beszakítanám a fejét a dobásommal. 1,25 milliárdos dobás. Hénye! Ez azért... Nem tudom, hogy miért tudtam egyet ilyet pörgetni, de pörgetek egészségetökről. Kaptam 2 lucky potiont. Thank you very much. Amúgy ezt annyiszor pörgetem, annyiszor akarom? What? Hogy ez valami pénzbe kerül nekem, csak nem vettem észre? Még egy kis 25 millió energia. Hogy megállás nélkül tudom, mert VIP vagyok. Na várjatok, mert itt most azért epic durván eldobáltuk a dolgokat, úgyhogy menjünk tovább akkor a következő szintre. Én nem hittem volna ez a mai videóban meg lesz, de a négyes világ kinyílik, és már megyünk is be. Az Aqua World-be megyünk, nem abba az Aqua World-be, hanem ebbe az Aqua World-be. És azt hiszem, hogy tojást is tudunk nyitni, mindenféleképpen nyissunk. Igaz, az 1 milliárdos tojásnál erősebbet, vagy az 500 milliárd milliós tojásnál nem tudunk erősebbet, de hát ha a két másik petünknél egy epic RAM, nézzük ennek energiét, 2,4 millió, ezt nézzétek, még feljebb tudjuk ezzel tornázni. Igaz, az 500 milliót az meg se közelítjük, de akkor is Dogi Antit a kezünkbe az új pályán hányszorosan fogjuk tudni elhajítani. Következő világ 2,5 milliárd kell, úgyhogy nagyokat kell ez dobni. 2 B-re tornázzuk csak fel magunkat.
1,95 és 2 billiónál tartunk. Na, ítéljük el haverunkat. 3, 2, 1, Doggy Andy, bye! Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, és hétszer, nyolcszor, úristen, kilencszer, pedig ez már erősebb, vagyis más pálya, tízszer, második helyünket megtartjuk, én úgy érzem. Ilyen meg lesz a 11 is. És ne feledd, hogy még van egy kis rakétám is. 11-szer. És most rakétázunk egy kicsit. Ezt. Fennmaradunk a ranglétrám. Szegény Andi mit kap? 11,5 milliós dobás. 1,73B. A mai részben ki fogjuk tudni nyitni az 5. világot is, srácok. Ha gyorsan menjünk fel 3B-re, begyűjtjük az erőt. Úgyhogy egy kis timelapse, amelyik begyűjtöm. Na, itt is vagyok, megvagyunk, viszont a rakétánkat egy kicsit erősítsük, mert annyira sok pénzünk lett. Nem is figyeltünk a rakétára. Jó, még ezt a rakétát megvettük. Tudod mit? Elnyomtam az összes pénzemet a rakétára, úgyhogy most nagyon erős rakétának kell lennie. Kinga, a barátnőmet fogom elhajítani. 3, 2, 1, jéjt! Na nézzük, egyszer, kétszer, 11-szer ment talán Andi? Már 4-nél tartunk. 5-nél, 6-nál. 7-nél, annyira durva, hogy itt vagyunk fent a leaderboardon. 9, 10, 11, meg lesz a 12 is. És ugye még van egy boostunk, ami most már emeltek tényleg elég jónak kell, hogy legyen. 12, 13. Nem, miért? Mi volt ez hirtelen? És első lettem, de mi volt ez hirtelen? Ja, pont vége lett. Aj, és visszament egy B-re. Ó, srácok. 1,44B gyűjtöttünk, semmi baj. Szünet alatt gyorsan megint feltornázzuk erősségünket. És hogy Levit elhajítjuk. Gyerünk. Értem, hogy itt teljesen reszetelődnek a dolgok. Ez azért tök durva, és kezdhetjük is a dobást. Jéjt! Elsők vagyunk, jelenleg elsők vagyunk az egész szerveren. Aztán majd tudjuk használni a rakétát is, mert az előbb nem tudtuk. Nézd már, hogy megyünk folyamatosan. Gyerünk. 7. körnél tartunk. Igaz, most nem fogunk tudni annyit dobni, mert ugye már kevesebb az erőnk. De én azt mondom, hogy egy kis rakéta. Ő teljesen elnyomta. 10, megvan. 1,5B-nyi erővel is megvan a 10. Boom. Ez amúgy hasonló játék, mint az izmos vagyok, de nagyon csak itt dobálni kell. Remélem tetszik nektek is, mert én most azért eléggé ráfügtem erre, jó? Bom, 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 majdnem megvan. A 11. is. És azt mondja, hogy srácok, át tudunk menni az 5. világba. Úgyhogy hát tegyük is meg, mert akkor legalább ki tudunk nyitni majd új peteket. Gyerünk, következő világ nyitván előttünk, 5. a Viking Kingdom. De ezt a következő videóba fogjuk kipróbálni, fogjuk megnézni. Mítikus tojás lesz a cél, annak a nyitása az 7,5B. Úgyhogy ha szeretnétek mi hamarabb látni, srácok, akkor nincsen semmi más dolgotok, mint veretni erre a videóra egy óriási lájkot. Remélem jól éreztétek magatokat, hogyha igen, akkor like, ha nem, nyugodtan dislike, elzélezvén, és ne felejtjétek el, ti vagytok a legeslegjobbak, az isteni eredeti tuti zsúzok, legyenek veletek. Sziasztok!